Sziasztok, izomvadászok, és üdv az új videóban. A mai videóban nyújtani fogunk egyszerűen azért, mert egyrészt nagyon sokan kérték ezt, másrészt azért, mert szerintem manapság nagyon fontos, hogy nyújtsunk is. Egyre kevesebbet mozgunk így az átlagos életünkben, egyre több embernek olyan munkája van, hogy sokat ül órákon át, akár egy napon, és itt fontos, hogy megtartsuk azt, hogy hajlékonyan legyünk, hogy tudjunk rendesen mozogni, akár idősen is még. Én nem szeretnék az idős ember lenni, aki később majd megkéri az unokáját, mert egyszerűen nem tudja már bekötni a saját cipőjét, mert el se érem lábam. Na de most mielőtt itt túl sokat dumálunk, szerintem kezdjük is. Én ezt a videót ma úgy szeretném csinálni, hogy ti velem együtt csinálhatjátok, úgyhogy szépen üljetek most le a földre, készüljetek fel, és akkor kezdhetjük a nyújtást. Az első nyújtó gyakorlathoz leülünk a fenekünkre, egyenes lábakkal, és egyszerűen próbáljuk elérni a lábunkat. Akinek ez nem megy, aki nem éri el a lábát, hanem mondjuk csak a térdéig jut, az sem gond. A lényeg, hogy valahol kezdenünk kell, és akkor majd tudunk fejlődni. Nekem most itt már rendesen nyúlik a hátsó lábam, és pontosan ezt akarjuk elérni. Veszünk szépen mély levegőket, szépen tartjuk, és miközben veszünk mély levegőket, még próbálunk előrébb lépni. Hogyha ez megvan, szépen lassan visszajövünk. Egyik lábunkat, én most a bal lábamat közelebb hozom, a jobb kezemmel az egyenes, tehát most a jobb lábamhoz megyek, és a bal karomat viszont a testem fölött próbálom így áthúzni. Közben a bal lábammal próbálok lent maradni a térdemmel, és itt is szépen mély levegőt kell. Most érzem, ahogy nekem az alsó hátam nyúlik, meg igazából az oldalsó hátam, igazából a mai nyújtással az egész testünket szépen átnyújtjuk. Szépen mély levegőket, aztán lassan visszajövünk, és megcsináljuk a második oldalnak is. Tehát most a bal láb egyenes, a jobb láb jön így a térdünk felé, a combunk felé, és akkor most a bal kezemmel megyek a bal lábamhoz, és a jobb kezem húz át. Ismét próbálom lent tartani a térdeket, és szép, mély, lassú levegőket veszünk. Szépen lassan visszajövünk. Most, ha már itt van a lábam, akkor azt most átteszem, így, hogy keresztben legyen, és most az a lábam, ami átmegy a másikon, az az irányába fordulok. Tehát most a jobb lábam van a bal lábam fölött, tehát jobbra fordulok. A bal könyökömbe nyomok ide a térdbe, és a jobb kezemmel támaszkodok hátul. Tehát rendesen belefordulok, és most érzem, ahogy a fenekemnek a jobbik oldala nyúlik. Megint szépen mély levegőket. És akkor lassan elengedjük, és megcsináljuk a másik oldallal is. Tehát most a jobb lábam egyenes, bal lábam átmegy a jobb lábamon. Így bal kezemre támaszkodok, és a jobb könyökön neki nyom a bal térdemnek. Most szépen itt a bal része fenekemnek nyúlik. Próbálok szépen belefordulni, és veszek szépen mély levegőket. Ha érzed, hogy kezd elengedni az izmod, akkor még kicsit jobban nyomj térdedbe, hogy meglegyen a maximális nyújtás. Jó, mély levegőket, és akkor lassan ezt is elengedjük. Most mind a két lábunkat közel hozzuk. Próbálom kicsit frontálisabban mutatni. Így szépen közel hozzuk, ezt szerintem sokan már ismerik is.
belekapaszkodunk így a lábunkba, és a könyökkel próbáljuk oldalasan lenyomni a térdeket. Nem baj, hogyha nem éritek el könyökkel a térdet, nem ez a lényeg itt, hanem hogy oldalasan lenyomjuk a lábunkat. És akkor érezzük, hogy a belső combunk az nyúlik. Szépen mély levegőt veszünk. Próbáljátok ellazítani az izomzatot. Jó, azt is lassan visszaengedjük. Most így oldalasan ülünk le. Az a lábam, ami elől van, az most itt ilyen 90 fokban van kb. A hátsó lábam viszont annyira nem fontos itt most. Az a fontos, hogy megfogom a lábamat, és szépen beledőlök. Itt most érzem, hogy a hátsó lábamnál elől nyúlik. Ez főleg azoknak, akik sokat ülnek, nagyon jó gyakorlat. A térdemmel, tehát a hátsó térdemmel lefele nyomok a szőnyeghez, és akkor itt tényleg jól nyúlik, itt még akár le is dőlhetek a könyökömre, és veszünk szépen mély levegőt. Jó, lassan elengedjük, aztán átfordulunk a másik oldalra. Itt most az a láb, amit itt nyújtottunk, van elől, itt a 90 fokban. Megfogom a másik lábamat, ebben az esetben most a jobb lábam. Azt is a fenekemhez húzom, a térdemet lenyomom a szőnyeghez, akár még bele is törhetek, és szépen húzom. Nekem most itt a jobb lábamnál elől szépen nyúlik. Mély levegőket. És akkor azt is szépen lassan elengedjük. Most, amit még csinálunk, most az alulsó testünkkel kész vagyunk, jöhet a felső test. Ahhoz felemelem az egyik karomat, és a másik kezemmel megfogom a könyököm, és így próbálom magam mögé húzni. Itt mostan érzitek, hogy nyúlik a triceps és a hátizom. Ezt szépen tartani, tehát ha érzitek, hogy kezd elengedni az izomzat, akkor még jobban hátrafele húzni a könyököt. Mély levegőket venni persze. És lassan elengedjük. És cserélünk most. A másik karom jön fel, és ebben az esetben én most a bal kezemmel húzom hátra a jobb könyököt. Szépen mély levegőket veszünk. A könyökkel, amit hátra húztok, próbáljátok ellene nyomni. És akkor azt is lassan elengedjük, és akkor azt mondanám, hogy kész a nyújtás, de azoknak, akiknek most jól esett ez a triceps nyújtás, azoknak most itt a legdurvábbaknak van még egy teszt, az pedig az, hogy most direkt háttal ülök le, hogy tudjátok-e így megérinteni a kezéteket, vagy akár itt is még jobban a nyújtás belement, tehát mind a két kezet egymásba akasztani, váltatok rálam. Akinek ez nem megy, az nem gond, annak ajánlom, hogy csinálj meg többször ezt a videót, és akkor szépen lassan egyre hajlékonyabb lesz, és egyre jobban fog menni ez a végső gyakorlat is. Most még a másik oldalon is megcsináljuk. És lassan elengedjük. És akkor most a vállamat is még kicsit nyújtottam, meg persze itt is a tricepsemet. Én most őszintén nagyon jól érzem magam,
és ezt mindenképp többször meg fogom csinálni nektek, és ajánlom, hogy csináljátok végig velem többször ezt a videót, mondjuk heti 2 vagy akár 3-szor az nem ártana, akár lefekvés előtt, vagy reggel kelés után ajánlanám, és akkor egyre jobb lesz a hajlékonyság. Most végig is a videónak, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és végigcsináltad. Találkozunk a következő videóban. Én most még kicsit blackrollozni fogok, akit ez érdekel, az írja a kommentekbe, hogy csináljunk ezzel is egy hasonló videót, mint a mait, és akkor azt is szépen megcsinálunk. És találkozunk a következő videóban.